Nem csak ígéret volt a tömbházi alaksorok higienizálása, a probléma feltérképezése során derült ki, nagyobb a gond, mint azt elsőre gondolták. Különleges stream koncerttel mutatja be a jövő héten megjelenő új nagylemezét a Bagosi Brothers Company. Szoros mérkőzésen végül hosszabbításban szenvedett vereséget a Gyergyói Hoki Klub a Brassói Koronától. Köszöntöm nézőinket, a Fénypont február 25-i kiadását látják. Jó estét kívánok! Novemberben a szociális lakásoknál kezdték, egyelőre felmérik az állapotokat, eltávolítják a szennyvizet, ahol erre szükség van, majd a probléma tartós orvoslására a lakókkal közösen keresnek megoldást. Nyilatkozta Csergő Tibor polgármester a tömbházi alaksorok higienizálása kapcsán tartott sajtótájékoztatóján. Mint kiderült, nagyobb a gond, mint az, hogy azt előre elképzelték. A pincék higienizálása nem egy 100 napos feladat. Amint eltelt a 100 nap az új városvezetés beiktatását követően, egyre többször lehet hallani arról, mi van a kampányban hangoztatott 100 nap megvalósításával. Ilyen cél volt a tömbházi alaksorok higienizálása, de mint kiderült, a probléma feltérképezése során nagyobb a baj, mint azt előzetesen gondolták, nyilatkozta az egyik ilyen problémás virágnegyedi tömbház lépcsőházában tartott sajtótájékoztatóján Csergő Tibor András polgármester. Én azt észrevettem, nagyon sok tömbház és lépcsőház bejáratánál, hogy azért nagyon sok helyen följött a szennyszag, és azért néhány lakót meg is kérdeztem még annak idején, hogy mi történik, ahol mindenki tanástalanul állt, és egyszerűen azt mondták, hogy az alaksorokba, a technikai alaksorokba, a pincékbe bizony gyűlik a szennylé, a szennyvíz, és éppen ezért láttam azt, hogy ebbe a városban nagyon fontos az, hogy meg kell fogalmazni, és egy rendszert kell valahol kidolgozni arra nézve, hogy hogyan lehetne a város tömbháznegyedeiből és a tömbházak alaksorából, pincéiből ezt a fertőt megszüntetni. Ezt úgy nevezzük, hogy higienizálás. Tehát az, amikor egy pincéből, egy alaksorból a szennyvizet eltávolítják, vagy akár az esővizet, azt higienizálásnak nevezik, és ezt mi úgy hirdettük meg, hogy ezt a 100 napos időszakban el fogjuk végezni. Igen ám, de egy olyan régi problémába tenyereltünk bele, hogy ennek a megoldása nem csak egy egyszerű feladat, hogy lemegyünk egy maszkkal, és ha fertőtleníteni kell, akkor csak körbe flittezzük, mind ahogy volt a sürgősségi időszak idején, hanem itt olyan konjunkturális problémák vannak, vagy olyan logisztikai problémák, hogy elrepett csövek vannak, elszakított csövek vannak, régi rossz, technikailag is tönkrement vezetékek vannak, hogy hiába, hogy fölvállaljuk, hogy itt-ott sürgősségi helyzetet tekintve szennyvízmentesítsük az alaksorokat, pincéket, és főleg ott, ahol a földszinten élelmiszerüzletek, vagy akár más jellegű vendéglők, és más közegészségügyileg is ugye számító és fontos létesítmények vannak, mert rájöttünk arra, hogy a probléma annál inkább komplexebb, mivel a lakók nélkül ezt a problémákat nem tudjuk véglegesen megoldani, maximum csak annyit, hogy pillanatnyilag, ha szennyvízeltávolítás megtörténik, akkor egy rövid idő után már megint fognak szólni, és akkor megint jöhetünk. A valós helyzet felmérését már november folyamán elkezdték, akkor elsőként a szociális lakásoknál térképezték fel a pincék állapotát, majd a Bucsin és Virág lakónegyedben volt a sor, sok esetben visszatérő gondokról van szó, éppen ezért a lakók együttműködési hajlandósága is fontos tényezője a probléma megoldásának, hangsúlyozta a városvezető. Itt arról van szó, hogy most elkészül egy olyan felmérés, amely a város összes tömbházának az alaksorában a távhő, az ivóvíz és a szennyvíz szolgáltató cégnek az emberei bejárták, fölmérték a problémákat, és készítettek egy kimutatást, amit nem sokára online térben is, tehát transzparens módon mindenki megnézheti, tehát hozzáférhet. Majd ezt követi azt, hogy a lakókkal, tehát a lépcsőház közösségekkel együtt, vagy a lakószövetségekkel együtt megkeressük azokat a módozatokat, hogy hogyan tudjuk ezeket a pince problémákat megoldani, hiszen azt, hogyha a vezetékeket ki kell cserélni, hogy megint ne legyen annak a fertőnek az oka, azt már tehát a lakók kell fölvállalják, és a lakók költségén kell elvégezni,
hiszen úgy, ahogy a lépcsőház, vagy a tetőtér, vagy a padlás, úgy a pince is, és az alagsor is az ott lakóknak a közös tulajdona. Ebben mi is segítséget fogunk adni, úgy az önkormányzat, mint a szepeleták, ugye, tehát a közszolgálati cég, közösen a lakószövetségekkel és a lakókkal, hiszem azt, hogy ezt a problémát meg tudjuk majd oldani ott, ahol fölmerül. Na most ez nem egy száznapos megoldás, hanem ez egy több száznapos megoldás kell majd ide, ahhoz, hogy elérjünk odáig, hogy Gyergyősze Miklós alagsoraiban, pincéiben sehol ne legyenek ilyen jellegű higiéniai problémák, hogy akár az esővíz, akár a szennyvíz, vagy egyáltalán akármilyen más rendszerű probléma fertőzze a mi lakókörnyezetünket. Találkoztunk olyan alagsorokkal, pincékkel is, ahol állati tetemek, állati hulladékok vannak behordva, otthagyva, ahol szintén ugye a fertőzési gócok adva vannak, amit ugyanúgy föl kell majd számolni, tehát ugyanúgy ki kell majd takarítani. És én hiszem azt, hogy a lakóközösségek jövőre nézve, hogyha rendbe szedjük a pincéket, a laksorokat, akkor jó gazdái lesznek, jó adminisztrátori lesznek ezeknek a közös felületeknek, és jobban fogják majd hasznosítani is. A sajtótájékoztatón jelen volt Erős János, a Gyergyószentmiklósi Hővíz és Csatorna Szolgáltató közmű vezetője is, aki elmondta, sok esetben az alagsorban lévő vízórát nem tudják leolvasni az alkalmazottjaik, mert térdig ér a szennylé. Először ki kell szivattyúzni, majd csak utána tudják megközelíteni a mérőműszert. Szintén az órák leolvasásánál derül ki az is, hogy a lakók sok esetben a lépcsőházi dugulásokat úgy hárítják el, hogy egyszerűen a szennyvíz vezeték csövét leütik vagy lecsavarják az elzáróját, és annak tartalma egyenesen az alagsorba ömlik. Van olyan is, hogy esővízzel telik fel a tömbház pincéje, ez is egy olyan probléma, aminek az okát kell megtalálni. Sok lakó nem is tudja, hogy milyen állapot uralkodik a tömbháza alatt, csak a lépcsőházban érzik az orfa csarószagot. A városvezető elmondta, a feltérképezett tömbházak közel fele van ilyen helyzetben. Amint a hővíz és csatorna szolgáltató közmű közzéteszi a valós helyzetet, a lakóknak megoldási javaslatot tesznek, de azt tudni kell, mivel az alagsorok az adott tömbházban élők közös tulajdonát képezik, ezért az esetleges vezetékcseréket vagy más beavatkozások költségeit a lakók kell kifizessék. Frissítette szerdán az Országos Közegészségügyi Intézet a koronavírussal kapcsolatos esetdefiníciókat. Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint fertőzés gyanúsnak minősül bármely személy, akinél fellép a jellegzetes klinikai tünetegyüttes. Valószínűsíthető esetnek minősül az a személy, akinél teljesülnek a klinikai kritériumok és egy igazoltan fertőzött személy kontaktja. Igazoltan fertőzöttnek minősül az a személy, akinél laboratóriumi vizsgálatok kimutatják a SARS-CoV-2 vírussal való fertőzést, a klinikai tünetektől függetlenül. Minden fertőzés gyanús személy esetében kötelező elvégezni a koronavírus tesztet, szögezi le a Közegészségügyi Intézet. Az igazoltan COVID-19 fertőzöttek elhalálozása nem írható más korábbról fennálló betegségek számlájára, és ilyen esetekben is a koronavírust kell feltüntetni a halál okaként, függetlenül attól, hogy más társbetegségek is fennálltak, amelyek esetleg súlyosbították a COVID-19 lefolyását. Az Országos Közegészségügyi Intézet leszögezi továbbá, hogy mentesülnek a tesztelés kötelezettsége alól azok az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő tünetmentes személyek, akik megkapták a koronavírus elleni oltás mindkét dózisát. A megyei és regionális statisztikai igazgatóságok egy része már meghirdette a népszámlálás előkészítéséhez, szervezéséhez kapcsolódó állásokat. Megyénként 5-10 munkahelyet hirdettek meg, ezek 1 vagy 3 éves határozott időre szólnak. Több megyében hirdették már meg a népszámlálás lebonyolításához szükséges állásokat. A megyei és regionális statisztikai igazgatóságok feladata véghez vinni a programot, amely keretében a népszámláláshoz kapcsolódó munkaerőt leszerződtetik. Megyénként 5-10 munkahelyet hirdettek meg, ezek 1 vagy 3 éves határozott időre szólnak.
A szakértői állásokra társadalomtudományi, természettudományi, műszaki vagy matematikai felsőfokú végzettség, a referensi munkakörökre középiskolai végzettség szükséges. A megyei igazgatóságok alkalmazottainak feladata a népszámlálás módszertanának elsajátítása, a próbanépszámlálás megszervezése és kiértékelése, a népszámlálás szervezése, monitorizálása, az adatok ellenőrzése és validálása lesz. Arad megyében például 8, Bihar megyében 9, Kolozs megyében 11, Máramaros megyében 8 és Szeben megyében 7 hely van. Maros, Kovászna, Hargita, Brassó és Temes megyékben még nincs kitűzve a versenyvizsga. Feltehetően a következő napokban itt is megjelennek a felhívások. Az Országos Statisztikai Intézet igazgatója Andrej Tudorél január elején azt nyilatkozta, hogy egy évvel elhalasztják a 2021 nyarára kitűzött népszámlálást, mert a koronavírus járvány miatt kockázatos lenne idén megszervezni. A népszámlálást jövő év júniusában tartanák, és első alkalommal a romániai népszámlálások történetében online is gyűjtenék az adatokat. Először az emberek online platformon tölthetnék ki a személyes adataikat, ezután akik nem éltek a digitális lehetőséggel, megkeresnék a lakhelyükön. 2022-ben a számlálóbiztosok tablettel lesznek felszerelve, elektronikusan vezetik fel az adatokat. Az online népszámlálásra vonatkozó döntést megelőzően a témában közvéleménykutatást végeztek, és kiderült, főleg a fiatalok körében nagyon magas azok aránya, akik támogatják a digitális megoldást. Márciusban 50 ezer lakos bevonásával próba népszámlálást tartanak a jövő évi hivatalos népszámlálás előkészítéseképpen, közölte szerdán a Statisztikai Hivatal. Az INS által kiválasztott háztartások lakóinak, függetlenül attól, hogy román állampolgárok-e vagy sem, március 10 és 16-a között lesz lehetőségük arra, hogy adataikat önállóan töltsék ki az internetes kérdőíven. A számítógépen, okostelefonon vagy táblagépen is használható módszer előnyei közé tartozik, hogy csökkenti a fertőzés veszélyt a koronavírus járvány közepette, mindenki maga gondoskodhat az összeírt adatok hitelességéről, az adatrögzítésre pedig mindenki a számára alkalmas időpontban szakíthat időt. Azokat, akik az önkitöltést nem tudják elvégezni, március 22 és 31-e között személyesen is felkeresik a számlálóbiztosok. A próbával az adatok begyűjtését, tárolását és feldolgozását tesztelik. Az RMDS javaslatai alapján a tavaly ősszel véglegesített népszámlálási törvénybe bekerült, hogy az útmutatókat és kérdőíveket a kisebbségek nyelvén is elérhetővé teszik. Egyrészt így jobban megértik majd a válaszadók a kérdéseket, másrészt remélhetőleg többen és könnyebben fogják etnikai hovatartozásokat vállalni, ha az internetes felületen maguk gondoskodhatnak arról, hogy az űrlap etnokulturális részét is kitöltsék. A jelenlegi jogszabályok szerint a nyelvi jogok 20%-os lakosságarány felett illeti meg a nemzeti kisebbségeket. Február 26-án romániai idő szerint 21 óra 30 perckor kezdődik a Bagosi Brothers Company különleges stream koncertje, amely egyben lemezbemutató is lesz. Az online koncert 26 órán keresztül lesz elérhető, jegyek pénteken estig válthatók. Ráhangolásként az új dalok szövegei ismert magyar színművészek szavalataként már meghallgathatóak. Március 1-én jelenik meg a Bagosi Brothers Company legújabb nagylemeze, amit a zenekar minél előbb szeretne megismertetni a rajongókkal, így nemrégiben egy különleges stream koncertet rögzítettek Gyergyószent Miklóson. Valóban ez egy különleges esemény számunkra is, hiszen a mostani vírushelyzet nem engedi meg, hogy bemutassuk a legújabb lemezünket úgy, ahogy azt szoktuk, vagy úgy, ahogy szeretnénk. Ezért jött az ötlet, hogy csináljunk valami olyan különlegeset, ami nem csak számunkra élmény, maga a munkafolyamat, vagy akár végignézni, hanem a közönségnek is egy különleges élményt tud biztosítani, és ha nem is tudja visszaadni mindazt, amit a rendes koncertek hiánya miatt veszítünk, de mégis tudja pótolni valamelyest a hiányát. Viszont nem szerettünk volna egy, úgymond idézőben szokásos módon egy helyszínen végjátszani egy koncertet, hanem ennél szofisztikáltabb megoldásokhoz szerettünk volna folyamodni, és szép lassan kialakult egy olyan koncepció, amelynek van egy kis dramaturgiája, egy kicsit filmesebb, talán nem a megszokott, és egy nagyon különleges
műsor jött ezáltal létre, amelynek a helyszíne nem más, mint a Gyergyószent Miklósi Művelődési Ház, és ha lehet így mondani, akkor a padlástól egész a pincéig végigjátszottuk a helyszíneket, amelyek egy dramaturgiával lesznek összekötve, mindenhol lesz egy szett, ha lehet így mondani, a repertoárból. Az új lemezen található 11 dal mellett a legismertebb slágereket is eljátsszák a stream koncerten, ami romániai idő szerint pénteken 21 óra 30 perckor kezdődik. De már az elmúlt napokban igyekeztek ráhangolni a közönséget a különleges eseményre, így ízelítőt kaphattak az eddig nem hallott dalokból. A rendes koncertek hiánya miatt próbáltunk olyan dolgokhoz folyamodni, amelyek felkeltik a figyelmet, érdeklődést keltenek, és érdekesség is a rajongóink, vagy a néző közönség számára, és a menedzserünknek volt az ötlete, bár nagyon rövid volt az időszak, hogy ezt meg fogjuk-e tudni valósítani, de köszönhet a színészeknek az együttműködésért, hogy tényleg egyik pillanatról másikra elvállalták és felmondták ezeket a dalszövegeket, még számunkra is teljesen új értelmet nyertek, vagy nem tudom, teljesen máshogy értelmeződnek azáltal, hogy felmondják, mint versek. A címadó dalt, a Fordul a világot Ferenc Elek, a Vége a bálnak szövegét Dombóvári István, az Őszi szélt Szabó Simon, az Álmodj én nekemet Tenki Réka, a Királyném szövegét pedig Klem Viktor tolmácsolásában ismerhetjük meg. Te ugye játszol, szívem, mert ma én is igen. Épp ránk süt a nyár. Nézd a lábam, hogy jár. Lassan a bőröt simul, közben arcot pirul, mi virulhatnánk együtt. Légy a királynőm. Álmodj én nekem még egyszer, hadd repítsen tovább. Köd borítsa ezerszer a vályokház falát. Keresem a szívem valahol, ahol nem járt senki rég. Csak egy üres vonat zakatol. Benne ő, meg én. Egy öreg úriember leheli partra az idei száraz esőt, elmereng majd magára ölt egy újabb hosszú esztendőt. Felesége kérdi, mi baj, miért szomorú, miért nem jár az égnek ma csillagkoszorú. Felsegíti némán, mint éjszaka, én a hangerőt, hogy csak magammal legyek, míg egy kis kovácsolt erőt szorítok magamhoz, s én már erős is vagyok. Jegyek a jegy.hu oldalon válthatóak, különböző árkategóriákban, akár többen is nézhetik, hallgathatják közösen a koncertet. Direkt egy olyan céggel, egy olyan szolgáltatóval szerződtünk, hogy az utolsó pillanatokban ne álljon le a jegyvásárlás, és vannak olyan szolgáltatók, ahol már fél órával előtte nem lehet jegyeket vásárolni, itt folyamatosan lehet. Tehát ha valakinek mondjuk főzés közben eszébe jött, hogy hűha, elfelejtettem vásárolni jegyet, és megnézném szívesen, akkor folyamatosan lehetőség van rá, és ahogy te is említetted, ez 26 órán keresztül, tehát gyakorlatilag másnap éjfélig bármikor megnézhető, illetve azok számára, akik megvásárolták egyszerű jegyet, ugyanúgy ebben a 26 órában bármikor tetszőleges számon újra nézhető. Eddig már 14 országból vásároltak jegyet a Bagosi Brothers Company legújabb, negyedik nagy lemezét bemutató stream koncertjére, hiszen a világ bármely pontján követhető lesz ez a különleges online produkció. Elkészítette és átadta a mezőgazdasági miniszternek a Burgonya Termesztők Országos Szövetsége a Burgonya Országos Stratégiai Terve című dokumentumot. Szükség volt erre a stratégiára, annál is inkább, hogy a termelési ágazat külön szerepeljen a romániai mezőgazdaságban. A Burgonya Termesztők Országos Szövetsége elkészítette a krumpli termesztés országos stratégiai tervét. A stratégia egy sor olyan intézkedést és irányelvet tartalmaz, amely európai szinten versenyképessé teheti a romániai burgonya termesztést. Némi támogatással, aminek nem is olyan nagy a végösszege, a székelyföldi román mezőgazdaság is képes lenne ellátni a teljes bázis szükségletet, annyi krumplit termelni. Ennek ez a lényege, hogy kidolgozódik egy olyan stratégia, ami 2030-ig bizonyos állami támogatási rendszerben képes lenne odáig fejleszteni a krumplit termesztést,
hogy a belső szükségletet lefedjük, és ne kelljen import behozott pityókával kereskednünk. A burgonya termelési irányelveket a 2023-2029-es periódusra most határozzák meg. Így rendkívül fontos, hogy a hazai mezőgazdaság szempontjából megfelelő intézkedések szülessenek. Az elkészült stratégia három alapvető célt határoz meg. Első és legfontosabb az az, és ami leghamarabb megvalósítható, hogy a raktározási felületeket lehetőleg nagyobbra növelni, és a krumplit lehető legjobb kondíciókban eltárolni lehető leghosszabb ideig. A második, és ami nagyon fontos, az az, hogy a vetőmag, a szaporítóanyag megtermelését biztosítsuk itthon. Ez költségcsökkenéssel járna, és a harmadik alap oszlopa a tönkrezés. Románia évente mintegy 64 millió eurót költ burgonya importra. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség adatai szerint 28 ezer hektáron terem krumpli Romániában, és az itthon megtermelt mennyiség a belső fogyasztás legtöbb 40%-át fedezi, a fennmaradó 60%-ot importálja az ország. Az egyfőre jutó éves burgonya fogyasztás Romániában csaknem 100 kg-ra tehető. 3800 személyt oltottak be a pedagógus oltás kampány első napján, jelent meg szerda este a koronavírus elleni védőoltásokról szóló országos platform hivatalos honlapján. A dokumentum 22 megye és Bukarest adatait összesítette. A bejegyzés szerint 1748 személyt az AstraZeneca, 2052 személyt pedig a Pfizer-BioNTech vakcinájával oltottak be. A pedagógusok képezték a 20,8%-át azoknak, akik szerdán kapták meg az első dózist. A pedagógus oltás kampánya tervek szerint március 10-ig tart. Második mérkőzését játszotta az Erste Liga alapszakaszának véghajrájában a Gyergyói Hoki Klub a brassói Korona otthonában szerda este. Az egy nappal korábbi gólzáporos találkozót követően jóval szorosabb összecsapás volt, amelyen végül hosszabbításban győztek a házigazdák. A szerdai találkozón nagyon igyekeztek a brassóiak hamar eldönteni a mérkőzést, és már a második percben megszerezték a vezető gólt. A Gyergyószent Miklósi csapat nem hagyta magát, kiválóan védekeztek még ember hátrányban is, majd a piros-fehérek szlovén csatára látványos góllal egyenlített. Ez újabb lendületet adott, és hamarosan Fejes Nándor találatával át is vették a vezetést. A második harmadban egy újabb góllal elhúzott a Gyergyói Hoki Klub, de erre válaszként két brassói találat érkezett, és 3-3-as eredménnyel kezdődhetett el az új játékrész. Ebben azonban a helyzetek ellenére egyik csapat sem tudott vezetést szerezni. A hosszabbítás ezúttal sem hozott sikert a gyergyóiaknak, 4-3-ra győzött Brassó, de a piros-fehérek a sok sérült ellenére egy pontot bezsebeltek ezen a találkozón. A két csapat harmadszor is összecsap, a helyszín pénteken Gyergyószent Miklós lesz, ez lesz az Erste Liga alapszakaszának lezárása is. Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, vigyázzanak egymásra, viszontlátásra!